Drasztikusan csökkent a nyelvvizsgázók száma 2020-ban. Az Oktatási Hivatal adatai alapján tavaly alig több mint 86 ezeren vizsgáztak. Míg a korábbi években ez a szám mindig meghaladta a 115 ezeret. Az általunk megkérdezett miskolci nyelviskola ügyvezetője szerint ez elsősorban a bizonytalanság miatt alakulhatott így, de bíznak benne, hogy a korlátozások enyhítése után nő majd a vizsgázók száma. Üresek a termek, továbbra is online oktatásra van lehetőség ebben a miskolci nyelviskolában. Hasonlóra korábban még nem volt példa, de arra sem, hogy ilyen kevés diák jelentkezett volna nyelvvizsgára. Azt tudom mondani, hogy majdnem, hogy feleződtek a vizsgázóink. Ez azt jelenti, hogy míg korábban 8-900 vizsgázó volt, addig 2020-ban alig 500-an jelentkeztek. Nagyon komplex az oka, miért megcsappantak a vizsgázóink. Én elsősorban a bizonytalanságnak tudom ezt be. A tavalyi évben a márciusi vizsgaidőszaktól következtek azok a hónapok, amikor nem tudtuk, hogy lesz-e vizsgánk, és meg tudjuk-e tartani a következő vizsgát. Jöttek a telefonok, érdeklődtek a vizsgázók, de egy olyan helyzet elé állított minket a járvány, hogy nem tudtuk megválaszolni a kérdéseiket. Ezért a jelentkezők egy része online adott számot a tudásáról, de sokan halasztottak vagy lemondták a vizsgát. Az országos adatok is hasonlóan alakultak 2020-ban. Az Oktatási Hivatal statisztikája szerint az elmúlt 10 évben még egyszer sem volt példa arra, hogy olyan kevesen nyelvvizsgáztak volna, mint tavaly. Ez azt jelenti, hogy alig több mint 86 ezeren vizsgáztak, ebből pedig mintegy 59 ezer lett sikeres. A korábbi években a vizsgázók száma mindig meghaladta a 115 ezret. 2019-ben csaknem 125 ezeren, 2018-ban pedig több mint 120 ezeren vizsgáztak valamelyik nyelvből. A statisztika szerint a legtöbben 2011-ben próbálkoztak, ekkor 166 ezeren vizsgáztak. Az idegen nyelvek népszerűségét tekintve az elmúlt években nem történt jelentős változás. Továbbra is angolból vizsgáztak a legtöbben, ezt követi a német és a francia. A korlátozó intézkedések enyhítésével idén várhatóan nő majd a jelentkezők száma.